Stroboszkop, lézer, füstgép, hangozene, őrület, mentés, szeletet, és fény volt az élet. Imádtam. Galactic Jackson a neved, és úgy nézek én, Freddy Mac. Galactic Jackson, Freddy Mercury. Az a Freddy Mercury, most gondolom sokan azt gondolják, hogy valami pszichiátrián ülünk, pedig nem. Ez való. Nem pszichiátria. Itt vagyunk nálam Budapesten. Talán az, hogy ez egy nagyon hosszú történet, nem is tudom, honnan menjek bele. A DJ-zésem általában, amikor kialakult, hogy én elmegyek zenélni, Italo Disco, Space Disco, 80-as évek, elektronikus zenéje, nem a populáris ott se. Ugye hát a 80-as években iszonyatos sok jó zene készült, rengeteg. Csak ugye nem volt az, hogy YouTube, meg nem volt olyan lehetőség, ugye ide keletre kevés zene. Igazából nagyon sok jó előadó volt zene, hogyha nem volt menedzsment mellette, kiadtak egy kétzenés egy lemezt is, megszűntek, mert nem volt támogatás. Abba, Boniem, nagyon jó zenekarok voltak, nagyon jó menedzsment, vitték valakire. És a 80-as években rengeteg jó zene született, de akkor lemezre kinyomtak, most nem mondok, mert nem tudom pontos számukat, de 2-3 ezer példányokat elkerültek rádióba, a rádióban lemezekről játszottak, és aztán így abban maradt. Aztán így ezek a lemezek így előbb-utóbb a 90-es évek, 2000 a napjainkig tűnnek fel, rádió, ugye digitalizált, lementek a pincébe, megtalálták, felhoztak, felrakták, úristen, mik ezek, és így felment a értékük ezeknek, és na, ezeket próbálom meg minél többet játszani, a 80-as évek nagyon közel áll hozzám különben, de a 90-es és a 2000-es minden közel áll hozzám. Hát különben a legelső élményem a sokat emlegetett szeretett Lóri barátomhoz köthető, Lajos Mizsé haverfiú, ő vele, amikor így építgettem a cuccokat, sokat fejött zenén, és 2005-ben volt egy fesztivál, a Ultrahang Fesztivál, ami igazából a egyik legjobb underground kulturális zenei fesztivál, szinte minden évben van, kisebb-nagyobb, nem mindig van ilyen nagy egy hétig tartó fesztiváljuk, de hogy minden évben próbáltak valamit csinálni, szerencsére elmúlt időben újra aktívak lesznek. Ők kiadtak 2005-ben, hogy mi a zene 2005, és ilyen demókat lehetett beküldeni. Életveszélyes. És csináltunk vele egy hanganyagot, beküldtük, és külön díjasok lettünk, és ezáltal nem az első volt, hogy egy, kettő, három helyezett volt, meg plusz egy külön díj, mivel külön díjasok lettünk, és ezáltal felléphettünk ezen a fesztiválon, ahol igazából nem voltunk felkészülve, hogy mi élőbe zenéljünk, meg nem is olyan zenét, nagy itthoni improvizációkat vettünk sávonként egymásra, ebből alakult ki az a hanganyag, és azt nem tudtuk előadni, tehát igaz, nagyon nagyot kamusztunk, plévekkeltünk, de most nem vagyunk zené, ez ezzel jár. Na, az ahhoz köthető a 2005-ös Ultrahang Fesztiválhoz az első dolog. Onnan jött az egész, hogy aztán, mint van a Freddie Mercury-nak ez a szóló albuma, Mr. Bad Guy. Hát én amikor ezt megláttam, rögtön tudtam, hogy lesz egy Galactic Jackson Mr. Spades Guy. És megkértem Szombat Éva lánybarátomat, hogy hát segítsen már nekem ezt valahogy megoldani ezt a fotót, hogy vagyis egy, hogy ezt meg tudjam valósítani, úgyhogy nagyon nagy segítsége volt benne, hogy kiültünk egy parkba, csináltunk egy hasonló képet, és lett belőle ez. És egy nagyon jó másik lány barátom, Virág Hajnalka pedig szuper módon megpróbálta a betűtípusokat így összehozni. Igazából itt a számcímek, saját számcímeket adtam neki, olyan szem soha nem is léteztek, csak olyan, mint a saját albumom lenne. Hát a Mesterházi Ákossal még csináltunk egy Jacques Burley Electronic Banden néven futó luxemburgi két
emberes csapatot, amit egy viccből csináltunk, hogy egyszer egy bulit szerveztünk, és saját magunkat hirdettük meg külföldi fellépőként. És úgy adtuk elő, de aztán... Igen, olyan részek volt mindenki, hogy mindenkinek olyan tök mindegy volt. De úgy annak indult, behirdet csináltunk, akkor volt a MySpace oldalt csináltunk, hogy profilt egy-két gyorsan felvett loopot, vagy valamit felraktunk, és akkor meghirdettük, Eszprémben volt az a buli. Kivittünk egy csomó szintit, kipakoltuk magunkat, majdnem is Jean-Michel Zsár, aztán a öttelha zenéltünk körülötte, de jó bulit csaptunk, és így igazából olyan, nem hiszem, nem vegyvédelmi ruhában voltunk, hanem ilyen festő overallba, maszkba, különben a YouTube-on fent van az a videó, nagyon érdekel, valakit utána járhat, vagy írhat, vagy úgyis ezek nem titkok. És ő vele csináltuk ezt, utána többször volt még vele is fellépésünk, ugye hát az Ákos ismert személyiség is, így ezáltal így akiknek tetszett ez a nem hát zenei produkció kamu, az így ezáltal eljutottunk régen a Aquarium klubba, játszottunk vele kétszer is, egyszer Ultrahang Fesztiválon, Hardfloor előtt, ami azért így nevesebb, egy ilyen tényleg egy old school acid csapat Németországból. Stroboszkóp, lézer, füstgép, hangozene, őrület, senkit nem érdekel semmi, csak ment és szeletelt és nyomta és élvezte a zenét és boldog volt és mosolyogtak és beszélgettek. Nem volt mobiltelefon, hogy fényképezzem, azonnal csináljam és hogy kirakjam magam ide-oda, hogy én itt vagyok, ott vagyok, nem volt az, hogy... Persze voltak bizonyos körökben, hogy azért pesti vagány gyerekekre jöttek, de nem ekkora arányban. Meg hiába jöttek oda, de ott elvesztek, mert nem érezték, hogy ott nekik valaki lenni. Tényleg a zene volt a lényeg. Imádtam. Én 25-26 éves voltam, amikor az első számítógépemet megvettem. Lajos Mizsére is ő úgy tudtam internet közelbe jutni, fejleszteni magam zeneileg, vagy ő szintetizátor tudásailag is, hogy bementem a könyvtárba és ott 500 forintért 30 percet interneteztem, ami abból állt, hogy tölgettem a nyállam, hogy úristen, mik vannak. És ahogy feljöttem Budapestre dolgozni, volt lehetőségem, hogy vegyek egy használt laptopot, megvettem, még egyszer Lajos Mizsét nem akarom sűrűn emlegetni, de nagyon-nagyon büszke vagyok az ottani barátaimra, akik rengeteg támogatást és segítséget adtak, hogy ideig eljussak. Igazából ez a ideig eljussak, ez csak nekem nagy dolog, mert bárki eljuthat bárhová, én megvalósítottam egy pár álmomat, ez nekem nagy dolog. És ők segítettek, nekik volt már számítógépek, töltögettek le nekem zenéket, másoltuk ki kazettára, volt egy kétütemű Trabanton, hallgattuk, hogy úristen, milyen zenék, táblától tábláig mentünk, mi pénk volt az élet. A Wedding Acid Group, amit már sokat emlegettem, azért már egy kisebb, kicsit komolyabb dolog. A Lóri... most ezt hallanál, mindig fogná a fejét, mindig elmondom neki, ő egy zseni. Ő otthon ül Lajos Mizsén, dolgozik a családjával, és a munka mellett, a kemény munka mellett zenélget, és iszonyatos melódia világa van, zenei... iszonyatos, ügyes, tehetséges srác. Ő ezt mindig is tagadta, lehet, hogy tudat alatt tudja, de mindig zavarban van erről beszélni, meg sajnos negatívan el hozzá, de szerencsére itt vagyunk, mi támogatjuk, és az ő zenei tudását, ő volt a középember, és jobbról-balról álltunk, és mi támogattuk, vittük, és így több élő fellépést megcsináltunk. Én nem, én tök mindegy világszínvonalú szerintem, komolyan. Kicsit gyorsabb, egy lakodalmas acidnek hívjuk, az is Wedding Acid Group, mert gyorsabb tempójú, de tele jó melódiákkal, pörgéssel, viccekkel. Én komolyan mondom, tehát, hogy nekem egy szívem csücske. Ez akkor az egy rétegzene. Ez egy rétegzene, igen. Ami valószínűleg emiatt nem is tud nagy populáris évet befutni. Így van, meg nem is akarjuk. Persze, hogyha hívnának külföldről, hogy valami olyan. Volt már lehetőség, ami tervekben van, tehát így vannak dolgok, de nem sietünk el vele. Mennénk, tehát nem vagyunk ellene, csak azért hárman vagyunk, minél több vagyunk, mindenki dolgozik, él, nehéz összehozni. És tényleg ez nálunk, ez egy nagyon imádott hobbi, egy lehetőség, amit ritkán tudunk megmutatni. A tavalyi év az egy nagyon szuper év volt. Ugye most már mindjárt 2016-an
De hogy na, nagyon szuper év volt, és volt három fellépésünk is, volt egy külföldön is, Pozsonyban, volt a A38 hajón is egy, volt egy acid partin is, és tényleg mind jó volt, és nem mertünk a következőre elmenni, mert olyan jó sikerült ez, hogy közül féltünk, és mindig jobb lett, és annyira jó érzés. Ez nagyon rossz megfogalmazás, de nem tartom magam DJ-nek. Persze elmegyek helyekre játszani, zenélni, zenét szolgáltatni, rádió helyet szólni. Ez DJ-nek hívják, nekem ez a szó mindig is kikészített, de... Bocsi, szóval, de manapság mindenki DJ. Mindenki DJ, ezért, igen, igen, pontosan. Tehát, hogyha valaki akar, nálam ez olyan, mint hogyha valaki elmegy horgászni, amit mondtam, nálam ilyen a zene, én elmegyek lejátszani, és örülök, hogyha valakinek örömet tudok adni vele. Én a mai napig nem kérek semmilyen zenélésért pénzt. Nagyon vigyázz, ez a videó az interneten lesz. De, ha kapok, azonnal elfogadom, mert abból tudok lemezeket venni. És most a legnagyobb kedvencem C-Fex Acid Crew. A Fex Twin, Square Pusher, ezek a régi 90-es évek ilyen IDM előadói, de ez egy nagyon nehéz kérdés, mert iszonyatos sok kedvenc előadón van, aki, de ezek most csak egy három nevet mondtam, aki igazából miránk is nagy hatással volt, a régi Reflex Records, és sajnos már nem olyan aktív, vagy hát nem is üzemel, már nem léteznek, ők a jelen pillanatban a legnagyobb hatása voltak, de mondom, mint italo diszkot játszok, rengeteg régi, nagy. Nagyon szeretem, nagyon sok, nem is szeretek zenéket így behatárolni, műfajot, de igazából annyi mindent szeretek. A 80-as évek szinti pop, a cold wave, a new wave, a kőtechnót, az igazi technót, ami 90-es években volt. Nem amit most a fiatalok elmennek, és a ilyesmilyen felpörgős ilyen izé, hanem az a sejtelmes, sercegő, ritmikus techno, imádom, az acid az életem, az oda-vissza, tök mindegy, hogy 8-as évben acid house vagy a napjaink, bár régebben jobb acid zenék voltak, de ugye nem egy összetett zene, már kifilézték, kicsontozták, de még mindig csinálnak jó zenéket, de régen jobbak voltak. De mondom, rengeteg kedvencet tudnék mondani, attól függ, hogy most DJ-ként, milyen előadóként, vagy hogy lépek fel, de most, ha a Wedding Acid Groupról beszéltünk, akkor ezeket tudnám felsorolni. Számítógép, gomnyolás, ott van a világ előtte, bármilyen zenét, stílust megtalálsz az interneteken, fejlesztheted magad, és ennek ellenére én azt gondolom, hogy borzalmasan leromlott a zenei igény, a egyszerű, a mai fiatalok, amit hallgatnak, és azt hiszik, hogy övé a világ, és elmennek buliba, és táncolnak, hogy úristen, borza, számomra, szerintem borzalmas zenék, az borzalmas. Ha elmegyek DJ-zni, hogy nagyon a szettjeimet, a zenémet megpróbálom elég változatossá tenni, a régi kis élményeimet, amit én átéltem, beletenni ezekbe a dolgokba. Igazából nincs célom adni, de tudatalat meg van. És nagyon jó érzés, amikor azt mondják, hogy ú, ez de jó, mi volt ez a zene, és oda jönnek és kérdezni, hogy hú, hogy létezik ilyen. És észreveszik az emberek, hogy a régi 80-as években annyi minden dolgot megcsináltak, melódiát, minden, hogy a mostani zenék 95%-a abból él, újra rágott csont az egész. Fiatalok meghallgatják, micsoda melódia, és ezeket már 30 évvel ezelőtt megcsináltak. Úgyhogy boldogan táncoltak rá emberek. Azért, mert nekem analóg cuccaim vannak, vagy vannak nagyon jó hangszereim, én nem vagyok jó zenész, vagy teljesen mindig. Az ember mindig benne van a zene, az a lényeg, hogy mit tud a lelkéből, a magából megmutatni, tök mindegy, hogy programon keresztül, vagy hangszereken keresztül. Nagyon sok jó zene születik programokkal, nagyon sok jó zene születik hangszerekkel, és ez fordítva is nagyon sok rossz így is ezzel azzal. Az, hogy a hangszerekkel teljesen más, élvezetesebb, odanyúlok, működik, egy élmény, mint a bakelit, a vinil lemezés, egy zenét megfogni digitálisan. Tök jó felrakni, hallgatni, ugyanúgy a hangszer odanyúlok, lelke van, színes, működik, elromlik, sírok,
fontos az image? Nekem nem. De különben meg fontos, hogy valamiért az emberek odafigyeljenek rá, hogy valami extrát adja, hogy vagy vicces, vagy mosolygós, vagy kitűnsz valamivel. És ő, nekem az, hogy így vagyok, ez egy nem egy... Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy nagyon jó image-jú adod elő magad, de ez én vagyok. Tehát nekem azért van nagyon egyszerű dolgom. Én örülök, ha tetszik embereknek. Mert nyilván azért csinálom, de hál' Istennek nekem nem kell erőtetni magamat. Én egy ilyen ember vagyok, és akkor ezt így vagy viccegy, vagy beírsza, vagy egy hülye póló, vagy egy kabátta, vagy egy pózolós jogaképpel, egy szintetizátor mellett, vagy valami jogázós képpel, meg úgyis tetszik, örülök. De nekem tényleg nem kell gondolkoznom agyánom, én ez vagyok, vagy elfogadnak így, vagy nem, és ezért is lettem az, hogy na, a Galactic Jackson, már megint meg, hogy nem.